10 lelkes csapat bográcsaiban főttek igazi innyenségek a fürdőfesztivál főzőversenyén, melyek közül a babérokat a karahi panír egy tál éter aratta le, melyet egy magyar, ekvádori és indiai kóprodukció készített el. Ez egy híres indiai vegetáriánus fogás, melynek legfőbb alkotó eleme az indiai házi sajt, alapköri szószban, sok fűszerrel. Én úgy gondolom, hogy Európában a magyarok is rendkívül szeretik a fűszeres ételeket, számos vegánt is ismerek köztük, valamint ezt az ételt többféleképpen is el lehet készíteni. A gasztronómiai megmérettetés második helyén a tökös ötös formáció ízletes halászleve végzett, valamint a képzeletbeli dobogó harmadik fokát a Vastag Biofarm csapat birka pörköltje érdemelte ki. A programok ezzel nem értek véget, ugyanis a Rádió 88 stábja játékos feladatokkal készült a Hagymatikum vendégeinek, illetve Gera Andrea, Nippon Zengo oktató a nap folyamán kétszer is megmozgatta a fürdőzőket. A Nippon Zengo, ez egy karate és aerobik ötvözete. Tehát ezt főleg hölgyeknek találta ki a mester Sihán Brezovai Sándor, hatdanos kiokosinkai karatemester találta ki nekünk ezt az edzésformát. Nagyon jó állóképességet csinál, ugyanakkor önvédelmet is tanulunk vele, mert ütő-rugó technikák vannak bele ötvözve, egy kis csajosabb mozgásba, de várjuk a fiúkat is. Ezt követően a 2011-ben alakult erdélyi Minestrone zenekar muzsikát zöldségeken a nagy érdeműnek. Kialakítottunk egy technikát, hogy például, ha a karalábét jól kiváljuk, akkor az megszűnik az az öblös, hanem egy ilyen jó csilingelő hangja lesz. A répát is, hogy különlegesen fúrjuk meg, akkor jobban szól. Ez egy nagy kísérletezés volt, az az igazság, de nagyon sok helyre eljutunk, hál' Isten. Én nem azt mondom, hogy most egy profi zenekarról van szó, itt inkább magát a látványt és az ötletet kell értékelni. A háromnapos rendezvény sorozat nagy népszerűségnek örvendett a hazai és a külföldi látogatók körében is. Magasra száll a helikopterre, az egész világ kitárul nekünk. Felszállunk a nap fölé, a fényes csillagok közé, eljutom végig, helikopterzünk.